Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig a Mindenemi Családi Ház vlog adása. Az elmúlt években nem csak a hazai ingatlan állományhoz volt szerencsém, hanem hívta külföldre is házszemlére, de most egy igazán különleges megbízást kaptam. Tudni kell, hogy csak autós utazással vállalok házszemléket, repülővel nem. Annyi szerszámom, műszerem, létrám és egyéb felszerelésem van, ami kezelhetetlen lenne csomagként feladva. Ráadásul, amikor ugye leszállok a gépről, akkor ezeket mozgatni is kell. Plusz, ha lába kellene mondjuk a műszeres csomagomnak, akkor az anyagilag is igencsak fájna. Spanyolországban, Malaga mellett van egy hegyen lévő kis település, ahol az érintett épület található. Hát ez röpke 2900 kilométerre van tőlem. Ez azt jelenti, hogy 2 napig autóban seggelés, majd szokásos körülbelül 1 óra házszemle, átbeszélés, és újabb 2 nap hazaút. Jól hangzik, ugye? Egyrésztről hatalmas megtiszteltetés, hogy rám gondoltak ilyen távolról is. Másrésztről egy ilyen távoli háznézés az számomra egy hatalmas kaland lenne. Természetesen kértem az ingatlan hirdetését, hogy előzetesen ránézek, megírjam az észrevételeimet. Con te el arquitecto que muchas casas ve, para él no hay secreto, percibe cada error, ayuda para que el comprador no salga perdiendo y no se arrepienta de su elección. Con que el arquitecto que muchas casas ve, para él no hay secreto, percibe cada error, ayuda para que el comprador no salga perdiendo y no se arrepienta de su elección. Nézzük akkor, hogy mit láttam a képek alapján. Ezen a képen a lépcső mellett a fal fel van ázva, itt a bejárati ajtóról beszélünk. Jobb esetben ez csak a lépcsőről felcsapó eső, rosszabb esetben ázik a fal a lábazat felől. A következő képen felázás látszik a középfő fal aljánál, ez az épület közepén van. Ha túloldalon vizes helység van, akkor az egyébként szokta ezt indokolni, hiszen egy zuhanyzótól, egy WC-től vagy bármilyen vizes blokktól ez ázhat. Viszont a következő fotón látszik, hogy nincsen mögötte semmi, hiszen ez a konyhából leválasztott vagy mellé rakott étkező sarok, tehát semmi nem indokolja a vizesedést a fal túloldalán, legalábbis nem gépészeti csőtörés, vagy szivárgás, vagy hasonlók. Szintén ez a helység egy másik nézőpontból. A válaszfal alján látszik, hogy a felázás miatt itt már javították a vakolatot, magát a fal alját. Nézzünk kívülre. Ezeken a fotókon látszik, hogy a belső udvar vízelvezetése nem megoldott, és ezen a fotón látszik, hogy a falikútnál vizes a fal. Itt, ha egy kicsit rázumolunk, akkor láthatjuk, hogy a növény mögött a lábazati csempele van válva, ami szintén vizesedő falra utal. Kívül a mellvédfalunk vizesedik, de ez inkább csak esztétikai jellegű probléma. Viszont az épület tetején lévő felépítmény az nagyon erősen nedvesedik. Itt elég gyenge minőségű a külső vakolat, és mivel nincsen rajta megfelelő felületkezelés, magyarul egy víztaszító réteg, ami leperegne a víz, ezért ez a kettő együtt összeadódik, illetve hát még ha jó minőségű is volt a vakolat, akkor egy idő után ez az áztatás, ez kimossa belőle a kötőréteget, és attól lesz ilyen szar.
Azt is láthatjátok, hogy nincsen ereszt csatornánk, nincsen ereszt túlnyúlásunk, tehát az összes tetőről lejövő víz az gyakorlatilag a falakat veri, pláne egy esős időben. Illetve szeles időben. Bocsánat. Ezeknek a vízesedéseknek több oka is lehet. A legtipikusabb az a gépészet, de erre utaló jelek nincsenek, tehát ott, ahol vízesedünk, ott körülötte nincsen, illetve nem látható a hirdetés alapján vízes helység. Következő ok az már egy fokkal rosszabb, hogy a fal alulról szívja fel a nedvességet, de ez azt jelenti igazából, hogy ebben az esetben valószínűleg a padló is teljes felületen hasonlóan nedvesedik. Szintén gyakori probléma, hogy a fürdőszobákban a csempe mögött nincsen kent vízszigetelés, és ahogy az ember zuhanyzik, zuhanyzónál, kádnál, egyéb helyeknél, ott a csempe mögött, tehát a fugákon keresztül ázik a fal, és bizony ez a nedvesség elég szépen el tud mászni arrébb is, ha van a padlóban talaj nedvesség elleni szigetelés, annak a tetején elúszik, és ezt a válaszfalak, illetve a közbenső falak is fel tudják szívni. A külső oldali nedvesedéseket, amiket láttunk a képeken, tehát a mellvétfalnál, a felépítménynél, jó esetben a lépcsőnél is, nagy valószínűséggel az okozza, hogy a felcsapódó, illetve a rácsapódó eső áztatja a falat, és ettől jön elő. Műszerrel egyébként ezeket lehet pontosítani, hogy mi lehet az ok, illetve be lehet tájolni, hogy honnan jön ez a nedvesedés. Javítani lehet injektálással, vagy külső oldalon vízzáró habarcsal a fal aljánál, többféle megoldás létezik, viszont ehhez ott kell lenni, le kell mérni, meg kell nézni a falazatnak az anyagát, vastagságokat, magasságokat, egyebeket, hogy ezt le lehessen írni, és ne csak így általános okként, vagy általános javításként mondjak valamit. Ezen a képen a nappalinál a fagerendának, ami mestergerenda, van egy szemmel látható lehajlása. Ez még lehet azért természetes mértékű is, nem jelent minden esetben komoly statikai problémát, de ez felszáv és lehajlás függő, ezt is meg kell mérni, hogy milyen mértékű a lehajlás, milyenek a két oldali fesztávok, hogyan és mi terhel erre a fa mestergerendára. Nagyon kevés konnektort látni a képeken, olyan 40-valahány hirdetési fotó volt egyébként az épületről, és ezek a konnektorok, amik láthatóak egyáltalán, ezek is földelés nélküliek, tehát itt azért már valószínűleg az elektromos hálózattal is lesz munka felújítani való. Ezen a fotón lefotózták nyitott állapotában az erkély ajtót, és nagyon látszik, hogy nincsen se gumírozása a nyílászárónak, valamint nem úgy van kialakítva a nyílászárónak a szárnya, mint a mai modern nyílászárók, hogy ilyen beugrásokkal, gyakorlatilag fogas módszerrel, tehát ha becsukod, akkor úgy összecsukódik, hogy a levegő az nem egyenes nyomvonalon tud ott közlekedni, hanem kerülgetnie kell, meg gumírozással ezt lehet így növelni. Ez egy egyszerű, sima két lap találkozik, és ennyi, gumírozás minden nélkül. Tehát itt a légtömörsége a nyílászároknak nagyon erősen kérdőjeles, hát nagyobb szélben ez azt jelenti, hogy lebeg a függöny gyakorlatilag, és hát értelemszerűen átfúj a szél a házon. Ezt mondjuk egyébként ragasztott gumírozással, ilyen bemart gumírozással lehetne javítani. Nem láttam fűtést sehol a képeken, illetve hát az egyik képen van egy elektromos fűtőtest, ebből azt gondolom, hogy semmilyen központi fűtésünk nincsen a házban, viszont ha kell ráfűtés, időjárási viszonyok miatt, akkor ez csak elektromos lehet, nobópanel vagy bármi elektromos fűtés, és itt már nagyon számít a betápnak a teljesítménye, illetve hát maga a vezetékrendszernek az állapota is. Ezeken a képeken láthatjátok, hogy ez egy tényleg örök panorámás épület. Aunque el arquitecto que muchas casas ve, para él no hay secreto, percibe cada error.
deuda para que el comprado no salga perdiendo y no se arrepienta de su elección. Con que el arquitecto que ayuda en todo, antes de comprar una casa, él es quien lo revisa todo. Desde el techo hasta las paredes examina todo. No se salta nada, presta atención a muchos detalles. Összességében el lehet mondani, hogy a képek alapján nem rossz az épület, de műszaki színvonalban, tehát hőszigeteltségben, nedvesedésben, légtömörségben valahol a magyarországi 80-as évek színvonalán lehet, azzal a különbséggel, hogy ott, ahol ez az ingatlan fekszik, jóval nagyobb az átlag hőmérséklet, és ritkán van fagy. Ennek természetesen utána néztem, hiszen ezeket azért nem vágom én sem fejből. És akkor jöjjön a fekete leves. Van egy elég nagy méretű mobil adótorony az épület mellett, fölött, tehát egy gyakorlatilag a mellette lévő lakás fölött. Ez elektroszmog szempontjából lehet érdekes, és ez egy red flag, tehát egy nagyon vörös posztó tud lenni ingatlan vásárlás esetén. A megrendelőm az észrevételeimre azt írta vissza, hogy a nagy részükkel meg tudnak békélni, illetve ezeket lehet javítani. Viszont boncolgassuk már egy kicsit ezt az adótornyos dolgot. Érdekes, vagyis veszélyes? Rengeteg dolgot összeolvastunk róla, ilyet is, olyat is. Meginnád kérlek a véleményed? Az általad felsorolt pontok közül ez aggaszt leginkább, a többit orvosolhatónak érezzük. Erre én azt írtam vissza válaszként, hogy pont ez a bajom vele, hogy nincs róla egyértelmű vélemény, sok összeesküvés elmélet, meg egyes ügyekben olvasni mérésekről, amik határérték alattiak természetesen, tehát ez inkább egyfajta hitbeli kérdés. Tény, hogy nagyon kevés ember szeretne aludni adótorony közvetlen szomszédságában, mert hiába határérték alatti a sugárzás, az azért állandó jellegű. Ellenérve egyébként, hogy pont az adótornyok közelében legrosszabb a térerő, mert nem oda koncentrálódik az egész, hanem onnan terül szét. Ami nekem inkább probléma, hogy egy esetleges továbbértékesítés szempontból sokat nyom alatba, mivel az emberek egy részét elriasztja egy ilyen adótorony. Jött megint a visszakérdezés, hogy ezt általában mindig megkapom, hogy én mit tennék a helyükbe. Nálad kizáró tényező lenne, és nem költöznél ebbe a házba? Ez abból a szempontból is érdekes egyébként, hogy lassan most már egy éve vettek ki egy 5 centis agydaganatot belőlem, tehát ez a sugárzás dolog, én ennek ellenére nem hiszek benne. Tehát én nem az adótorony sugárzását érzem problémának, hanem az ingatlan értékesíthetőségének a korlátozottságát. Elképesztő, hogy mennyi ember van, akik mindenféle összeesküvés elméletnek hisznek, aztán lehet, hogy nekük lesz igazuk egyébként, na őket nem lehet meggyőzni semmiről, hiába vannak esetleg mérési eredmények. Nekem is van egyébként elektroszmog mérőm, tehát meg tudtam volna mérni, de ez akkor is tényleg hitbeli kérdés. És azt kell figyelembe venni, hogy ahogy ők is, tehát ennél az ingatlannál a megrendelőim is, én ennyit leírtam, hogy hát ott egy 6 méteres adótorony az ingatlannak a tetején, illetve közvetlen szomszédságában, és egyből googli, nekiállt a keresgélni, és minden ömlesztve rájuk ömlött, aminek egy része természetesen ez a fals összeesküvés elméletes infós dolog, de mindig ezek az infók, meg ezek a keresési találatok a hangosabbak, úgy mondom. Tehát nagyon sok ember van arról meggyőződve, hogy ezek károsak, és elektroszmog szempontjából nem szabad egy ilyen ingatlan közelébe költözni. És inkább ez aggaszt engem, hogy ha
nagy számok törvény alapján azt mondjuk, hogy 50% elriad az ingatlan megvásárlásától, rendkívül leszűkül az a kör, aki ezt az ingatlant megvásárolná, akár a későbbiek során. És akkor jöjjön az, amire szerintem mindenki kíváncsi, egyrészt az ingatlan ára. 200 négyzetméteres az ingatlan, durván 2,5 milliós négyzetméter árral lehet számolni, tehát ennyire jön ki a vételár. És a másik kérdés, hogy mennyire vállaltam volna el a szemlét. És azért mondom, hogy mennyire vállaltam volna, hiszen természetesen adtam ajánlatot, de az adótorony miatt igazából elfelejtődött az egész még így a távolból. Tehát én szempontomból sajnos nem mentem megnézni az ingatlant, de teljesen megértem az érveit a vevőjelölteknek, és pont erre jó ez a távszemle szolgáltatás, és ez a távszemle szűrés, hogy ne költsünk feleslegesen pénzt ottani helyszíni szemlére, amikor ezek így kvázi a fotelből is eldönthetők, ha jók a hirdetési fotók, meg elő lehet ezeket szűrni. 2024-ben nekem egy ingatlannak az átnézése, tehát a helyszíni szemle, az annak az alapdíja az 80 ezer forint, és erre jön rá még a kiszállási költség. Tehát én azt mondom, hogy a kis Magyarország területén nem igazán van olyan távolság, ami 200 ezer forinton belül ne lehetne elérni egy házszemle szolgáltatás keretében. Külföldön értelemszerűen a kilométerek miatt ez jóval több. És itt is egy nagyon kedvezményes árat számoltam volna fel, pont a kalandfaktor, meg a különlegessége miatt. De ez akkor is nekem 4 nap vezetés, tehát 56 órát írt ki a Google Maps így alsó hangon, hogy annyi lenne. Ezt elosztanám 4 nap, vagy elosztottam volna 4 napra, tehát ez 4 teljes nap vezetés. Ha beszorozzuk a négyzetméter árat meg egyebeket, egy 500 milliós háznál ez a 1 milliónál egy picivel több költség, amit adtam a házszemlére, szerintem elviselhető. De hangsúlyozom, ennek gyakorlatilag a 90%-a az úti költség, magyarul a kiszállási költség. A poén az egészbe egyébként, hogy miután eldőlt, hogy ez a spanyolországi túra háznézéshez ugrott, megkerestek Hollandiából is, hogy szintén meg kéne nézni egy felújítandó házat, és segítséget nyújtani majd a később ebben a felújítása során. Nagyon örülök az ilyeneknek, mert ez egy hatalmas megtiszteltetés számomra, és előbb-utóbb úgyis be fog jönni egy-egy ilyen távoli háznézés. Ennél sokkal mozgalmasabb videót várok tőle egyébként, úti videót készíteni, meg egyebek. Sziasztok! Kantja az építész, ki minden házat lát. Számára nincs titok minden apró hibát. Segít, hogy a vevő ne járjon pór, és ne bánja meg a választást. Tudja, hol van a repedés, hol a faj gyenge. Nem kell szeme, mindent lát, amit mások nem vesznek észre. Tanácsai, kincsek, útmutatók nekünk. Hála neki biztos lehet, hogy jó döntünk. Kölköl az építész, mindenben segít. Házvásárlás előtt ő az, ki mindent megnéz.